A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit, mai témánk a méhészet és a méz. Ugye azt talán tudják, hogy jelenleg hazánkban 22 000 méhész, csak nem 1,2 millió méhcsaládot gondoz, és 26 ezer tonna mézet állít elő évente. És nem csak ezért köszönhetünk sokat a méhészetnek, hiszen bár ugye a mézet hordóban értékesítik általában, de azért nyilván kisebb hányada kipalackozza a mézet, és közvetlenül a fogyasztónak értékesítik. De a méhészek ezen kívül virágport, propoliszt, viaszt, méhanyát, méhpempőt értékesítenek, és természetesen megteremtik a lehetőséget annak, hogy a méheik elvégezzék a növények virágainak beporzását, ami meg annyi élelmiszer előállítását segíti. Most ehhez képest most mondok egy friss hírt. Ugye Európában most jelent meg egy vizsgálat, mely szerint ugye az Európát betakaró teljes egészében jószerivel elfoglaló kínai méz 80 nem rossz szám ez, 80%-a hamis, ami teljes egészében bedönti az uniós mézpiacot, és én bízom benne, hogy az unió azért most már lépni fog. Erről, illetve a nehéz gazdasági helyzetről, az ukrán háború hatásairól fogunk beszélgetni, vendégem pedig Antal István mézmester. Szervusz, örülök, hogy itt vagy. Szeretettel köszöntöm. No, hát a gazdasági és a környezeti tényezők is változtak az elmúlt időszakban. A környezeti tényezőkről nem tehetünk, hiszen nyilvánvaló az a globális felmelegedés, illetve a különböző időjárás változások azért alaposan megnehezítik a ti dolgotokat is, a méhek dolgát természetesen, így értem. A gazdasági viszont az ukrán gazdaság, az ukrán-orosz háború pedig alaposan rányomja a bélyegét a méhészekre. És mivel nem veszik hordóban a mézet, ez azt mondhatjuk, hogy az unió cserben hagyta a méhészeket. Miként élitek ezt meg? Bő egy évvel ezelőtt, mikor kitört az ukrán háború, még egy olyan piaci környezetet prognosztizáltak, hogy megszűnik az ukrán méz behozatala az unióba, és a hordós mézünkre, a nagy tömegű mézre szükség lesz. Ez volt a prognózis, és ehhez képest nem szűnt meg az ukrán méznek a behozatala, amit mellesleg elmondom, hogy természetes mézről beszélünk, csak mivel egész más normák szerint termelnek ők ott Ukrajnában, mint amit elvárnak tőlünk az Unióban, és a magyar törvények előírnak. Természetes méz, de szabványaiban más paraméterekkel bír, mint amit mi állítunk elő. És amikor azt mondták azok a szakemberek, hogy meg fog szűnni az ukrán méznek a behozatal az unióban, és a mi mézünkre nagy mennyiségben lesz szükség az unió területén. Na most ez ahhoz képest teljesen másképp alakult. Az ukrán méz az jön az unióba, vagy jött az unióba, és mivel szabadulni akartak gyorsan a megtermelt mennyiségük, megtermelt mézüktől, termékeiktől, ezért nyomott áron jött be az unióba, és elárasztotta az egész uniót ez a nyomott áru termék. És azt vették észre a méhészek, hogy meg se kérdezik a nagykereskedők, hogy a mi jó minőségű termékeink, mit szeretnénk vele, vagy egyáltalán van-e rá kereslet. Igen, hát azt tudjuk, hogy az unió a háború miatt eltörölte a védővámot az Ukrajnából érkező mézről, és ennek következtében ugye az ukrán, illetve az Odesszán át érkező távol-keleti mézet vásárolták fel az európai palackozóüzemek. Amiről most ugye kiderült, hogy a kínai mézről van szó, 80%-a hamisítvány. Tehát ezt még egyszer mondjuk, ez feketén-fehéren azt jelenti, hogy az unió cserben hagyta a méhészeket, aminek majd a későbbiekben lesz óriási nagy hatása, hiszen valljuk meg, méz eladás nélkül a méhész társadalom sem tudja fenntartani önmagát. Tehát ez egy rendkívüli helyzet.
És ráadásul, én nem tudom, hogy mi az oka, de erről is kell, hogy beszéljünk, hogy mérsékelt kereslet mutatkozik a vegyes mézekre, és minimális az akácmézre. Ami elsősorban a szakemberek szerint annak köszönhető, hogy az árképzési módszer a kereskedelmi láncok részéről olyan magasra növelte ezt az árat, hogy átlépett egy bizonyos lélektani határt. Így van. Ezt a lélektani határt átlépte, onnantól kezdve az akászmézre visszaesett a kereslet, és gyakorlatilag az a méztermék, ami gyakorlatilag az árbevételnek úgymond nagyságrendileg az 50%-át adja a magyar méhészek, mindig az akászmézre volt kihegyezve a méztermelésünk. Hát ha egy gazdasági munkából az 50% árbevétel kiesik, vagy nagyon nyomott áron kerül értékesítésre, onnantól kezdve veszteségessé válik a dolog, és az akácmézet szinte vegyes virágméz áron akarták megvásárolni, sőt, úgy, mint akácméz, nem is adtak árajánlatot. És tényleg nagyon, nagyon nyomott áron történhetett volna az értékesítés, de még ezen a nyomott ára is magas volt ahhoz, amit a konkurencia árban diktált. A magyar méhészek nagyon sok pénzt buktak el. Ez mire tehető? Arányosítsunk egy kicsit az elmúlt esztendőköz mérten. Igazából annyira sajnos a méz is belekerült azokba a termékeknek a körébe, mint az egyéb mezőgazdasági termékek, hogyha sok terem belőle, akkor nyomott lesz az ára, ha kevés terem belőle, akkor azonnal felmegy az ára, de mikor 3 évvel ezelőtt volt az, hogy talán 0 akászméz termett az országban, akkor egyből az akászméz úgy felértékelődött, hogy a csillagos egekben járt az ára. Na most azok kevés méhészek, akik még tudtak tartalékolni, és volt nekik raktáron tartalékmézük előző évekről, ők abban az időben gazdaságilag jól jártak, de sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a méhészek már nem olyan tőkeerős társaság, akik ezt meg tudják tenni, és sajnos évről évre értékesíteni kell a mézüket. Nem lehet azt, hogy nem tudják megoldani azt, hogy esetleg 1-2 évig leraktározzák a terméküket. Időközben megjött az importtilalom, erről fogunk beszélni, de egy kicsit még az időjárással kell, hogy foglalkozzunk, hiszen rendkívül szeszélyes volt az elmúlt időszakban, ami a méhészek munkáját is megnehezítette. Hát ha visszatekintünk csak az elmúlt évre, szinte nem is volt telünk. Igazából az évszakoknak az elcsúszása az annyira nyilvánvalóvá látszott, hogy a tél a novembertől január végéig történő időszak az egy semmi tél volt, alig-alig hidegekkel. Amikor már -5 fok volt, akkor beszéltünk az eszeveszett hidegről. És akkor, mikor tavasszal jött a március, és onnantól kezdve kellett volna éledni a természetnek, a növényeknek, így a beporzó rovaroknak, köztük a méheknek is, onnantól kezdve jöttek be a rossz idők. És a méhek evolúciós szinten úgy vannak beállva, hogy a telelés az hidegben egyenletes körülmények között kiváló a telelésük, úgy tudnak jól átélni. Ahhoz képest még novemberben petéztek az anyák, és gyakorlatilag teljesen más életfunkciókat kellett nekik mutatni a télen, mint sok millió éven keresztül. És akkor szépen ez ilyen nagyon rossz körülmények között áttéltük a telet, és akkor onnantól kezdve, hogy jött a tavasz, vagy jött volna a tavasz, onnantól kezdve bejöttek a rossz idők, bejöttek a hidegek. Hát, hogyha most még végignézzük, talán az idei évben volt 4 szép napunk, az összes többi szinte ilyen 10 fok alatti viszonylag kemény idő.
Tehát ezt nyilván valahogy át kell vészelni, de az már az az időszak nem jön vissza. Tehát az, az egyértelmű. Tehát egy új évre kell számítanunk, egy új évet kell kezdenünk. Új év abban az értelemben is, hogy megszületett az importtilalom. Ugye a visegrádi négyek plusz a hozzájuk csatlakozó Szlovénia, Románia és Bulgária találkoztak a mezőgazdasági miniszterek Brünóban, és ott megszületett a döntés. Nyilván az alapvetés a búza és a kukorica volt, de ez vonatkozik a mézpiacra is, és hála Istennek. Ugyanakkor azt mondják a méhészek, és teljesen igazuk van, hiszen ezt utána meg is indokolták, hogy az importtilalom hosszú távon nem nyújt segítséget a hazai méz számára. Ez így van. Igazából az, hogy tönkretette ezzel az árképzéssel, tönkretette az uniós piacot az ukrán behozatal. Igazából az ökológiai viszonyok, a piaci viszonyok, ezek tényleg annyira rossz irányba vitték el ezt az egész ágazatot, hogy nagyon nehéz lesz kivábalni belőle, mert így, ahogy az előbb így a gondolatunkban előrevetítettük, hogy amikor az időjárás ennyire elrontja az indulást, akkor Magyarországon, a Kárpát-medencében a méztermelés, ami ugye az akácmézre van kihegyezve, onnantól kezdve csúszik és rossz irányba megy el. Na most, hogyha kevesebb lesz a termék, akkor, és az is rossz áron fog elkelni, akkor tényleg rossz irányba fog elmenni a magyar méhészeknek a társadalma. De igazából az a probléma, hogyha nagy, több generációs méhészek gondolkodnak el azon, hogy abba kell hagyni, akkor onnantól kezdve azok a méhek, amiket ők feladnak, azok valahol gazdátlanok lesznek, piacképtelenné válik az eladás. Igen, és válságba kerül az egész mezőgazdaság. Így van. Nyilvánvalóan. És akkor, hogyha még hozzávesszük a beporzó tevékenységet, hozzávesszük azokat a dolgokat, amik gyakorlatilag közvetve vagy közvetetten a méhészettel összefüggésben vannak, azok mind rányomják a bélyegét erre az egészre, és tényleg nem tudjuk, hogy hova fog ez elfajulni. Nos, az importtilalom az június 30-áig tart, addig meglátjuk, ugyanakkor természetesen ennek lehet örülni, mert így a magyar lakosság könnyebben jut hozzá a magyar mézhez, ezzel együtt a gazdák nagyobb eséllyel tudják eladni a termékeiket, de azért tegyük hozzá, hogy a hazánkban termelt méz 60%-a külföldre kerül. És ha ez nem tud külföldre kerülni, akkor az ugyanolyan problémákat okoz. Így van, mert a magyar fogyasztói társadalom nem tudja felvenni azt a mézmennyiséget, amit megtermelünk. A másik meg, hogy igazából az, hát persze mindenkinek az volna a cél, hogy jó áron kerüljön az a külföldi értékesítésre, de még mindig az országban rendkívül sok olyan méz van, ami kevert mézek, magyar és külföldi mézeknek. Igen. A keveréke, és mikor egy multicég a polcán megjelentett olyan árszínvonalon mézet, hogy ha elkezdjük átgondolni annak a méznek az árképzését, akkor a végén kiderül, hogy ottan tényleg valami sántít ebben az árképzésben, és akkor hol van annak a termelőnek a megbecsülése, aki előállította azt a... Igen, tehát ehhez még egy adalék, az unióba, az egész unióba 55 ezer tonna ukrán méz érkezett. Ez körülbelül 2-3 esztendőre bőségesen elég az egész unióba. Hazánkba 2000 tonna ukrán méz, az szintén rengeteg, nagyon-nagyon sok, hiszen a felvásárlás nagyon alacsony áron történt, és a kereskedelmi nagy üzletláncok, most a neveket hagyjuk, pedig az érdekeiket azt hiszem, hogy érvényesíteni tudják mindenhol. Tehát ezek az exportpiacok maradtak meg a magyar méhészetnek,
de hát ez óriási probléma. És akkor itt most térjünk vissza egy kicsit a kínai mézre. Erről már esztendők óta beszélünk, hogy ezt tudja Európa, tudja hazánk, tudják az Unióban, tudják a V4-ek, tudja mindenki, hogy a kínai méz az nem méz. Így van. Ezt nyugodtan kimondhatjuk, és mégsem történik semmi. Hát az árképzés nagy úr a kereskedők körében. Sajnos a magyar mézüzemek is előszeretettel használták ezeket a termékeket. Keverték a magyar mézzel. A magyar mézet úgy szólván csak arra használták, hogy a minőséget valamelyest feljavítsák. És ami nagyon nagy probléma, természetesen ez azt az oldalt, az ő oldalukat nem is érdekli őket, hanem élettani szempontból. Nem mindegy, hogy most egy jó élettani hatással rendelkező valódi mézet fogyasztunk, vagy pedig egy műdolgot, ami tényleg semmiféle olyan anyagot nem tartalmaz, ami élettani szempontból kedvező számunkra. De ez természetesen, akik ezeket a nem éznek hívjuk őket, hanem édes lének, őket ez teljesen hidegen hagyja, hogy ők mit tesznek ebbe az üvegbe, ebbe a termékbe. No, hát tehát itt tartunk most jelen pillanatban. Én azt hiszem, hogy várnunk kell, mert idővel talán változik. De hát amíg a háború tart, és amíg a gazdasági helyzet, ráadásul ilyen vegyes időjárási viszonyokkal tarkítva, nagyon sokban minden jóban nem reménykedhetünk. Viszont beszéljünk egy kicsit másról, apiterápia. Ugye május 1-én volt egy apiterápiás találkozó ismételten. Igen. Hogy sikerült? Jól sikerült. Szép volt az érdeklődés. Igazából tényleg folyamatosan délelőttől egészen délutánig folyamatosan jöttek az érdeklődők. Volt egy nagyon kedves vendégünk, dr. Körmendi Rácz János, aki a magyar apiterápia atya, évek óta vendégünk, és folyamatosan ismeretterjesztő előadásokkal, folyamatos ismeretátadással, akik érdeklődtek, azokat folyamatosan figyelemmel kísérte, és tényleg mindent elmondott. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy ha visszatekintünk arra, hogy 6 év körülbelül, ugye ez a 6. szezonunk, 6. nyarunk, és most már az emberek már kezdik megismerni, és tudják azt, hogy miről szól ez az egész dolog, és tényleg azt mondom, hogy érdemes volt ezen az úton elindulni, amit... Kialakult már az a vendégkör, akikre bízvás számíthattak? Igen, és igazából az a jó, hogy olyan embereken is tudtunk segíteni, akiknek nagyon-nagyon olyan a betegségük, hogy teljesen kilátástalanok. És ez annyira jó érzés, hogy tudja. Amikor elkezdtük azt, hogy csinálni ezt az egészet, akkor mit tudtunk elmondani? Hogy a szakirodalom leír ilyen eredményeket, olyan eredményeket, tudjuk valahonnan. De most már saját tapasztalatból látunk eredményeket, és tényleg annyi olyan emberrel találkoztunk, annyi olyan ember volt nálunk, akikkel tudtunk segíteni. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy nagyon pozitív dolog ez. És amikor megkérdezik tőlem, hogy hát a szkeptikusok, hogy állunk a szkeptikusokkal, akkor annyira azt mondtam, hogy bennünket, akik nem hisznek benn, azok elkerülnek, akik meg hisznek benn, azoknak partnerek, és látjuk, találkozunk velük, és tényleg nagyon, nagyon jó érzés ez, hogy sok jó emberre találkozunk. Tehát akkor van egy határozott jövőképetek mindenképpen. Így van. Még mindig van mit tenni érte. Rengeteget dolgozunk, rengeteg ismeretterjesztő előadást tartunk, és folyamatosan foglalkozunk a dologgal. Úgyhogy én azt mondom, hogy jó úton járunk.
Jó, én pedig biztos vagyok benne. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Nos, egyébként, tehát, hogy mi lesz a mézpiacon, az meg sajnos nem rajtunk múlik. Én bízom benne egyébként, hogy kilábal ebből a nehéz helyzetből. Nem csak a magyar méztársadalom, de az európai ennél nagyobb szükség nincs. Tehát az a tény, hogy most már az Unió is megállapította a kínai mézről, hogy még egyszer említem, ez egy döbbenetes szám, hogy 80%-a hamisított méz, tehát köze nincsen a méhekhez, illetve a mézhez, az megdöbbentő mindenképpen. Igen. Tehát bízunk benne, hogy döntés születik, mert erre mindennél nagyobb szükség van a jelen helyzetben. Isten, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm, hogy itt lettem. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, a mézpiac változásairól beszélgettünk. Azt hiszem, hogy nagyon fontos mindannyiunk számára, úgyhogy önök is kísérjék figyelemmel a híreket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.